1947-ben, április 12-én indultak meg a Felvidékről azok a vagonok, melyek a kitelepítésre ítélt családokat szállították az anyaországba. Az úgynevezett lakosságcsere egyezménynél Magyarországnak nem volt választása. Csak Mágocsra 189 család, azaz 616 személy érkezett, hangsúlyozta a felvidéki kitelepítettek emléknapján tartott mágocsi megemlékezésen Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikai felelős államtitkára. Ezek a történelmi események sajnos újra meg tudnak ismétlődni. Mi felelősségünk az, hogy mindig figyelmeztessünk, és tőlünk lehető bármit, vagy legtöbbet tegyük meg annak érdekében, hogy hasonló történelmi megrázkódtatások se a mi nemzetünket, se pedig velünk együtt élő nemzettársainkat, nemzetiségieket ne tudják érni. Ez a mi közös felelősségünk, és mondhatjuk azt, hogy ez nem is kevés. Hargitay János, a térség országgyűlési képviselője beszédében azt emelte ki, hogy Mágocs a vármegye egyik olyan települése, ahol az elhurcolt németek és a kitelepített magyarok emléke előtt tisztelegve egyaránt emlékművet emeltek. Felvidéken az akkori Csehszlovákia területén meg akartak szabadulni az ottani magyaroktól, és azért kidobták őket az országból. Teljes jogfosztással járt, és ide betelepítették éppen ezeket az embereket a mi térségünkbe, ide Mágocs térségére, ahol hála Istennek békében élnek egymás mellett is. Remélem ezzel a mondattal, ettől a mondattal eltérően, ami itt most a mágocsi színpadon látható, olvasom is, ide-oda vándoroltunk, nincsen sehol hazánk már. Remélem, hogy a felvidékiek itt megnyugvást és hazát találtak ebben a térségben. A mágocsi, dombóvári és kaposszegcsői önkormányzat közös megemlékezésének részeként a résztvevők megkoszorúzták a felvidéki kitelepítettek és a kiűzött németek közös Ady utcai emlékművét. A csehszlovák-magyar lakosságcsere következtében 1947 és 48 között mintegy 23 ezer család érkezett Magyarországra. A völcség 22 településén 33 község magyar lakói találtak otthonra. Az egy-egy faluba 6-8 helyről érkező családok tagjainak nagy erőfeszítések árán sikerült beilleszkedniük. Megszakadtak rokoni, baráti kapcsolatok, elveszítették addigi közösségüket, otthonukat. Mint oldott kéve, felvidéki magyar a völcségben címmel tekinthető meg Mágocson, az időszaki kiállítás a kitelepítés évfordulójához kapcsolódva. A művelődési házban tartott ünnepségen beszédet mondott mások mellett Bódogné Petes Janka, felvidéki leszármazott, akit a dombóvári civil tanács 2021-ben civil díj elismeréssel jutalmazott. Én második generációs felvidéki gyermek vagyok, igaz, hogy én már itt születtem, de szüleim és nagyszüleim felvidékiek, és elmeséltem a felvidéknek, és itt is elmondhatom, hogy az egész kitelepítésnek egyetlen egy nagyon-nagyon nagy pozitív hozadéka volt, hogy a szüleim itt ismerték meg egymást, és én megszülethettem, és megszülethettek a testvéreim és az unokatestvéreim. Igen, ez egy kicsit így furcsa kijelentve, de számomra ez egy hatalmas élmény. A kiállítás főként személyes visszaemlékezésekre támaszkodik. Arra keresi a választ, hogy a lakosságcsere milyen változásokat hozott az emberek, családok életében, akik a kitelepítések áldozatává váltak.